Szép estét kívánok, köszöntöm a fehérvári beszélgetések nézőit. Ma esti vendégem Berkényi Tamás, a Vadmadár Kórház vezetője. Tisztelettel köszöntelek. Szervusz. Az állatorvoslásról fogunk beszélgetni, hiszen, és hogy egyáltalán miként választottál hivatást, hiszen én azt gondolom, hogy egy panelban felnőtt gyermek az ebrapintjeket tenyészt, az még nem egészen biztos, hogy a későbbiekben is ezt a hivatást választja. Mi vitt arra, hogy végül is állatszerető kisgyermekként, fiatal felnőttként az állatorvosi egyetemet választ? Nem volt más választás. Én nagyon sokszor gondolkoztam rajta, és sokszor felmerül, hogy lesz valaki madaras állatorvos. Én soha nem képzeltem el, hogy bármi mást is tegyek. Tulajdonképpen ameddig vissza tudok emlékezni, én mindig a nyaraimat a falusi nagyszüleimnél töltöttem, és ott állatok voltak. De ez teljesen egyértelmű, hogy ott az ember az állatokkal találkozik, ettől nem kellett volna, hogy állatoros legyen az ember. Később a panel küzdelmeimben a szüleimmel, hogy nem tarthatunk állatot a panelben, jöttek ezek a bizonyos zebrapintyek, mint egyedi megoldás, hogy azért valami állat lehessen körülöttem. De az igazság, hogy mindig is izgatott az orvoslás, és soha nem beszéltem talán erről még, de amikor érettségi közelében voltam, akkor fölmerült a nagy dilemma, hogy az állatokat szeretve gyógyítsak, vagy gyógyítsak, és mellette megmaradnak majd az állatok. Tehát ez nem volt annyira egyértelmű, hogy én 5 éves koromtól csak állatoros legyek, azt tudtam, hogy 5 éves koromtól az állatokat szeretem, vagy ezt mondja a családom. És akkor volt egy nagyon nagy dilemmám, hogy orvos vagy állatorvos, és azt gondoltam, hogy tesztelem magam. Azt gondolom, hogy meglehetősen nehezen viselem a veszteségeket, nehezen viselem, ha elpusztul egy állat, ha meghal egy ember. Én ezt nem jól kezelem, soha nem is kezeltem jól. És ezt már akkor is tudtam 17 éves fejjel, és ezért elmentem a fehérvári kórbonctanra. A fehérvári kórház kórbonctanára kipróbálni magam. És megnézni, hogy én ezzel mit tudok kezdeni, ezzel az egész helyzettel. Tehát magában a halállal? Igen, igen, illetve egyáltalán a halott emberrel, és egyáltalán, tehát igen, magával a halállal, azt megélni, hogy az egyik pillanatban még mozgunk, a másik pillanatban pedig már semmik nem vagyunk, illetve a testünkkel mi történik. És én elmentem 17 évesen erre az önkéntes gyakorlatra, és hát két tanulságom volt. Az első az, hogy onnantól kezdve, hogy elkezdődött a boncolás, onnantól kezdve egyáltalán nem viselt meg. És ez a mai napig is így van. Teljesen mindegy, hogy miről van szó, élő állatról, vagy akár egy elpusztult állatnak a boncolásáról. Amikor a kezemben a szike, akkor már nem lelkizek, ha szabad ezt így mondani. De előtte, amíg odáig eljutok, az nagyon küzdelmes, és utána jön, az megint küzdelmes. És ezt nem tudom kezelni. És érdekes, a mai napig nem tudom kezelni. Nagyon sok kollégám van, orvosok, akikkel erről beszélgettünk, és mindig azt látom, hogy akik jól csinálják, jól persze egy picit most, nem tudom, hogy idézőjelben, vagy hova tegyük, akik ezt jól kezelik, és túl tudják élni, nap mint nap, azok az esetet látják inkább, és nem az élőt mögötte. Ha nem tudsz ettől elvonatkoztatni, akkor iszonyatos küzdelemről van szó. És én akkor ott a kórbonctanon megtanultam, hogy én nem tudok ettől elvonatkoztatni, 17 éves voltam, és egy 17 éves fiút láttam legelőször. És annyira iszonyatos élmény volt, hogy azt mondtam, hogy én biztos, hogy ezt nem tudom csinálni. Tehát ez a két dolog, az élet és a halál, ez párban jár, kötelezően. Ez így van. Egy hivatást választónál, persze ennél a hivatásnál mindenképpen. Érdekesen kezdted az első mondatodban azt mondod, hogy madaras állatorvos. Ez a jelző szerkezet azért érdekes annak tükrében, hogy mi vár arra az emberre, aki az állatorvosi egyetemet választja, mire a diplomát készhez kapja. Tehát végig madaras állatorvosnak képzelted el magad? Tehát így maradt az egyértelmű az első pillanattól? Nem, nagyon messziről indult ez a történet. Valóban az ebrapintyektől kezdve én szerettem a madarakat, de hát ez megmaradhatott volna egy hobbinak, és szerethetném a madarakat, miközben teljesen más teszek, és az egyetemen pláne abban az időben nem volt madaras állatoros képzés sem, tehát megkaptuk az alapképzést, utána voltak lehetőségek,
úgynevezett haszonállat nagy állatok irányába elindulni, ami abban az időben jelentette tulajdonképpen a TSZ-ekből kiváló magángazdaságoknak a haszonállatait, marhát, sertést és a többit. Volt egy nagyon-nagyon külön irány, akkor már jól ment a lovas, a kettfelésből tartott lovasok, és ebből következő lovas állatorvosok képzése, valamint hát a legnépszerűbb a kutyamacska és a kisállatrész. És tulajdonképpen neki én megkaptam az alapképzést, és utána nagyon gyorsan, pontosabban érdekes, ez megint egy év korbonsztani intézetbe kerültél. Miért? Nagyon-nagyon szakmai oldalról. Nekem a tudományos diákköri munkám az egy kutyákormányos betegségével foglalkozó téma volt, és annak volt egy korbonsztani vetülete tulajdonképpen. A korbonsztani alatt megint nem a halál ról beszélek, hanem tulajdonképpen a testnek, vagy az adott szerveknek az elváltozásainak a vizsgálatával foglalkoztunk, és kaptam egy meghívást akkor az akkori professzortól, ami nagyon imponáló volt, azt gondolom, egy picit ez is benne volt talán, és nagyon-nagyon tudományos volt. Én abban az időben úgy képzeltem, hogy én majd egy hatalmas tudós leszek, aki betegségeknek a megoldásait és ellenszerét fogja feltalálni. Tehát láttad, de hogy fiatalon az ember határa csillagos ég, nekem nagyon-nagyon komoly elképzelésem voltak a világ megváltásáról, persze megint csak egy picit most ironikusan, de én ezt akkor komolyan gondoltam. És azt mondta nekem akkor ez a professzor, vetési tanár úr indította el tulajdonképpen az állatoros életbe, azt mondta, hogy bármint egy, hogy mit teszel, de aztán meg kell tanulni az alapokat, és az alapok azok ott vannak a bonc teremben, és majd ha azt tudod, akkor akarsz tovább menni az élő felé, és ott bennem nagyon megragadt. Nagyon érdekes, ő egy nagyon érdekes ember volt, ez a klasszikus tanító ember, és azt mondta, hogy ez a dolgod, állj oda a boncasztal mellé, és majd szólok, hogyha tovább mehetsz. A világ megváltás egyébként legalábbis az én véleményem szerint nem illúzió egyáltalán egy-egy szakmánál, hivatásnál, viszont a következő utat Hollandiába vezetett. Mit lehetett Hollandiában megtanulni? Hiszen nagyon tudatosnak tűnik a te pályafutásod. A Hollandia az egy picit kitörés volt, azt gondolom. Nekem ez az egyéves csalódát okozott a korbonsztanon, és azt éreztem, hogy én nem akarom ott tölteni az életemet a boncasztal mellett. Megint csak azt gondolom, hogy az akkori korom adta, világot akartam látni, és menni akartam, és tovább akartam lépni. És a tovább lépésnek mindenképpen az Utrechti Egyetemet gondoltam, az volt akkor is, meg ma is a világ egyik legjobb egyeteme, és Magyarországról talán jobban elérhető volt, és azt mondtam, hogy el akarom végezni az Utrechti Egyetemet, ezzel kellett menni Hollandiába, és mint kiderült, meg kellett tanulni hollandul, felvételizni kellett az egyetemre, sőt abban az időben el kellett érni, hogy hát valamilyen módon a tandíjat is kezeljük, akkor azért még más volt, tehát aki oda ment, annak fizetnie kellett, ha külföldi volt. Tehát abból a szempontból mindenképpen egy tudatos választás volt, hogy azért Hollandia, mert onnan tovább lehet lépni, tulajdonképpen valahol a végső cél az Amerika volt, és nem azért, mert mindenki Amerikába akart menni abban az időben, hanem azt gondolom, és most így hiszem, hogy talán a legfejlettebb tudomány, a csúcsa a szakmánknak az ott érhető el, és nagyon-nagyon ott akartam lenni. Tehát én nagyon-nagyon ott akartam lenni a legjobbak között. Persze megint csak kellő iróniával, fogalmam se volt, hogy én milyen állatorvos leszek, meg hol vagyok. Milyen praxis várt itthon? Tehát az eddigi utad egyenes volt, felfelé ívelő, és utána haza kellett jönni. Kellett hazajönni? Hát nem kellett, meg kellett, és az igazság, hogy ez egy teljesen privát jellegű döntés volt. Én közben megismertem a mostani feleségemet, és akkora volt a szerelem, hogy én úgy gondoltam, hogy az övök, és majd elveszem őt is, hogy menjünk tovább. Aztán másképp alakultak a dolgok, azt gondolom, ez egy jó döntés volt utólag. Tehát az elke dolgok felének köszönhetünk részben téged itthon. Én azt gondolom, jó. Hogy igen. Igen. De ez egy jó döntés volt. Az egy másik kérdés, hogy lehet, hogy utána tovább kellett volna menni. Ez úgy néha kísérte a gondolataimban, hogy helyes döntés volt maradnunk, vagy nem. De végül is így alakult, tehát azt gondolom, hogy ez nem érdemes vágódni. Tehát itthon meg volt a praxis, ugyanakkor a Vadmadár Kórház megalapítása azért segített abban, hogy jó helyen vagy-e. Amikor nagyon pici voltam, akkor volt egy doktor-doktori című sorozat tévében. És abban volt egy állatorvos, aki Afrikában vadállatokat mentett egy defenderrel. Én világéletemben erre készültem, tehát világéletemben vadállatos állatorvos szerettem volna lenni. Ebből az állatorvos összejött, a vadállatok, azt gondolom, hogy magyarországi körülmények között a vadmadarakkal sikerült.
Afrika az néha megvan, tehát most már sikerült többször eljutnom, de nem dolgozni. Már az igazság, hogy soha nem adom fel ezt a tervem. Tehát azt gondolom, hogy egyszer azért szeretnék odajutni, mások a Defender hiányzik. Értem. Azt gondolom, hogy ez az egy része. Amikor hazajöttem, nem volt praxis, tehát teljesen nulláról kezdtem. Tulajdonképpen semmi nem volt, és egy elég nagy visszalépés volt, ha szabad mélyet mondani, egy nagyon nagy visszalépés volt ahhoz képest, amit én terveztem, amit az Utrechti Egyetemen, én elkezdtem tanulni az Utrechti Egyetemen, mert a nyelvt, az ő saját nyelvtanfolyamokat fogadták csak el, tehát ahhoz egy nagyon komoly visszalépés volt visszajönni, és hát, hát semmi nem volt. És akkor egy nagyon rövid kis kitérő után elmentem az állatkórházba, mint állatorvos, aki azt tudta magáról, hogy nem akar praktizáló állatorvos lenni, egy úgynevezett táskás állatorvos, tehát aki kimegy, aki mondjuk egy pici rendelőbe dolgozó állatorvos lenni. Én mindig is kórházat szerettem volna csinálni, ez volt a mániám. Megint csak, nem tudom, szakmai megfontolásokból, és erre ott volt az egyedüli lehetőségem. Tehát az, hogy én kórházat csinálhassak, kórházba dolgozhassak, ezt Fehérváron az állatkórházba kellett menni. Miként jön a gondolat? Nyilván nem egyik pillanatról a másikra, hiszen ezt komolyan fel kell építeni szakmailag, hogy létrehozza a Vadmadár kórházat. Megint csak egy szerencsés véletlen, dolgoztam az állatkórházban, bejött valaki egy madárral, és azt mondta, hogy meg kéne gyógyítani ezt a madarat. És mert én szeretem a madarakat, ezért meggyógyítottam meg, mert azt gondoltam, hogy valamit tudok érte tenni, és valamit kell érte tenni. Ez megint egy fontos dolog, erről szól az orvosi eskü, erről szól a hitünk. És akkor jött a következő, meg a következő, és akkor egyszer volt egy beszélgetésünk a tulajdonossal, hiszen meg kellett neki mondanom, Móri Attiláról beszélünk, hogy hát itt jönnek a vadmadarak, de ezekért nem fizet senki, tehát ezeknek a költséget valahogy meg kell oldani. Viszont én nem tudom elképzelni, hogy ne fogadjuk be ezeket a madarakat, hiszen betegek, sérültek. És akkor Attila nagyon, nagyon rendes volt, mert azt mondta, hogy oké, csináld, de hát ugye egy üzletember azt mondta, hogy hát azért figyeljük majd a költségeket, hogy elszaladjunk vele. És tulajdonképpen akkor engedélyt adott arra, hogy a kórház költségvetéséből, tulajdonképpen a munkaidőmben, a kórházban, annak a felszerelésével elkezdtünk madarakat műteni. És akkor eljött az a pont egyszer, amikor azt éreztem, hogy ez már nem tisztességes tovább vele szemben, hogy én itt gyógyítom a madarakat, mert elértünk egy olyan kritikus számot, amire én azt gondoltam, hogy ez már nem megy bele. Abban az időben én voltam a kórháznak a vezetője is, tehát tulajdonképpen volt egyfajta felelősségem a bevételek felé is, és én azt pontosan láttam, hogy mi az a bevétel, amit még fölvállalhat a kórház, egyfajta nevezük PR-ként, abban az időben ez még nem így volt. Mi az, amit fölvállalhatunk a szakmánk miatt, és mi az, amikor már ez nem lenne tisztességes. Tehát kiderült, hogy állatorvosnak nem farkasa, ha így most játékosan nem fogalmazom nem, meg. Azt gondolom, ez itt tehát nagyon... a Móri Attila segített ebben, és akkor ez volt az egyetlen mód és lehetőség, mert ez nagy kihívás, hiszen Vadmadár kórház nem volt soha Fehérváron. Hát messzebb se nagyon van. Messzebb se nagyon így van. Igen, ez tulajdonképpen kezdetben az alap végzettségem alapján, vagy azt a tudást felhasználva kezdtük el a kórházat, és amikor úgy alakult, hogy már egy picit beindult, és már több volt ahhoz a betegszám, amit a kórházzal felvállalhattam volna, akkor alapítottuk meg az önálló Vadmadár kórházat, ez most, 20, most novemberben volt 23 éve, és onnantól beszélhetünk egy önálló Vadmadár kórházról. Ahogy nézem az szakmai önéletrajzodat, illetve életrajzodat, azért nagyon sok mindent csináltál, voltál gyógyszerkutató, daganat ellenes kutatója, aztán a Hérosz állatvédő, tehát azt tudjuk természetesen, hogy annak egyik oldalról, aztán a kelet-európai állatorvos szaktanácsadó egy multinál, a Magyar Állatorvosi Kamara klinikai dietetikai tagozatát irányítottad, részt veszel az országos elnökségben, az Állatorvosi Kamara országos elnökségében, Utya magazin lektora. De most ennek ellenére, tehát ez egy sokszínű pályafutás, és kiteljesedtél mindenféle értelemben. Én ezt onnét tudom, hogy számtalan olyan rendezvényre kaptunk meghívást, ahol hát az az álmod mindenképpen megvalósult, hogy egyre több olyan ember van, itt kiállításokra gondolok, akciókra gondolok, amelyet a székesfehérváriak nagy része figyelemmel kísér. Egészen a töpörtyüktől a felnőttekig. Azt hiszem, hogy ez valódi misszió. Viszont miként lehetett fejleszteni a Vadmadár kórházat úgy, hogy most már mondhatjuk, hogy országos hírű, sőt többennél intézmény? A képzés része mindenképpen nehéz, de
nagyon nehéz volt, hiszen nincs meg egy, nem volt meg sokáig ez a fajta képzés Magyarországon, de szerencsére az Állatorvosi Egyetemen ma már van úgynevezett egzotikus állatok szakállatorvosa képzés, azt gondolom, hogy ez adta az alapot. Itt állatkerti állatorvosok, illetve az egyetem oktatói már egy picit többet foglalkoztak a madarakkal, illetve az egzotikus állatokkal. Ez egy fontos rész volt. A másik, a már korábban említett másik, vagy tulajdonképpen a pénzkereső állásom ennek a multinak, a dietetikai tanácsadójaként, vagy dietetikus állatorvosaként dolgozom. Ez nagyon sok továbbképzésre adott lehetőséget szerte a világban. Tehát tulajdonképpen ennek a cégnek köszönhetem azt, hogy az egész világot bejárhattam, ott lehetek a legnagyobb konferenciákon, legyen ez észak-amerikai konferencia, legyen ez az európai nagyok, és ott mindig van lehetőség arra, hogy a munkám végzéséhez szükséges dietetikai előadások mellett besurranjak, bemenjek egy-egy olyan képzésre, ami inkább a madarakkal foglalkozik. És az elmúlt években azért az internet segítségével nagyon-nagyon megkönnyebbedett a dolog, hiszen például komoly képzések, netes szemináriumok, webináriumok, előadások vannak, ahol ilyen képzéseket itthon lehet adni. Is. Részben itthon is már, tehát itt nem annyira a madarakra kiélezve, de például a labor háttér, a madarak labor hátterével kapcsolatban is foglalkoznak már röntgen és egyéb képalkotókkal, de nagyon komoly olyan madaras szakmai, madaras állatorvos szakmai fórumok vannak ma már, amelyek komoly előadásokat és tréningeket tartanak, amelyek ma már mindenki számára elérhetőek egész kedvező áron, és hát azért az elmélet mellett nekem most már van egy évi körülbelül 600-as pacientúrám csak madárbetegekből, amiszer azt gondolom, hogy embernek nincs ennyi. Ha most felszorozzuk az elmúlt 23 évre, mondjuk átlag 500 madárral, hát nem nagyon sok állatorvos van, aki ennyi madarat a kezébe tudott venni, tehát az összes hibával, az összes tévedéssel, mert van persze rengeteg, azt gondolom, hogy mára van egy olyan rutin, hogy ezekkel a külföldi képzésekkel együtt ma már egy viszonylag jó szakmai képzettség. Melyek az általános vadmadárbetegségek? Hiszen azért nagyon jól tudjuk, itt lakunk a mezőföld szívében, el tudjuk képzelni, hogy milyen madarak a gyakoriak. És nyilván az őket érő betegségek is azok a gyakoriságok. Inkább azt mondanám, hogy mi az, ami miatt bekerülnek a kórházba, hiszen ezeket látjuk leginkább. Pontosabban azt is érdemes különvenni, hogy gazdás madárról van szó, tehát a te otthoni papagájodat hozott be, vagy pedig a réten kirándulás közben talált madarakról van szó. Tulajdonképpen egy szóval, ezt a gyerekekkel, ugye nagyon sok ilyen foglalkozásunk van, egy szóval mindig úgy szoktuk meghatározni, hogy az emberi tevékenység legyen, az a saját házi kedvenc madar ad otthon, biztos, hogy tartási táplálás vagy takarmányzási hibák miatt lesz az a madárbeteg. Abban az esetben, ha pedig vadon élő madarakról beszélünk, azt gondolom, hogy ez szintén sokszor elhangzó dolog. Az emberi tevékenység, az áramütések, a mérgezések, a közlekedési balesetek, az orvadászat, az, ami miatt a madarak 99%-a bekerül hozzánk. Tehát nem megfelelő egész egyszerűen nem szigeteltek a vezetékeink. A közlekedési balesetek adják a betegeinknek majd az egyharmadát. 600 madárból 250 madárnál csontműtét van. És a mérgezések? Hiszen gondolok itt elsősorban a mezőgazdaság egy kicsit nagyon megváltozott abban az értelemben, hogy a gyors, illetve a nagyobb termés érdekében különböző vegyszereket használnak. Ez mennyire sújtja a vadmadárállományt? Nem ez sújtja igazából a madarakat, hiszen az a vegyszer, amit kijuttatnak, az a te táplálékodba és élelmiszeredbe is benne lesz. Nem mondom, hogy ez nem egyfajta indikátor tevékenység, tehát én mindig azt szoktam mondani, hogy a madár az egy indikátor a természet károsításunknak, ahol eltűnik a madár, ott valami gond van, az arra érdemes odafigyelni. De a mérgezésekről beszélünk, akkor ott a legnagyobb gond az mindig a szándékosság szokott lenni. Valaki rossz szándékkal azért helyez ki különböző valóban a mezőgazdaságban használt vegyszereket, talajfertőtlenítőket különböző csalikban, hogy valakit elpusztítson, legyen az a kóborkutya, a duvadak, a nem kívánatos odajárkáló vadállatok, vagy ne adj Isten, akár tényleg a sasmérgezéseknél tudjuk, hogy ott szándékosan előfordult már az is, hogy ne az adott állomány tizedeljék meg az arra bóklászó madarak, azért nekik is helyeznek ki csalétkeket. Tehát ott mindig a szándékosságról van szó. Közlekedés balesetnél nem, ott azt gondolom, hogy ez az együttélésünk, a szerencsétlen hozadék az ember-állat együttélésnek, hogy egyre nagyobb az úthálózatunk. Az, hogy Magyarországon miért nincsenek leszigetelve a légvezetékek és a szerencsétlen ráülő
élő madarakat megrázza, ezen megint tudnánk elmélkedni, hiszen ott lenne megelőzésre mód, de még sincs sajnos. Az pedig, hogy orvadászat zajlik az országban, az, hogy lelőjük a gólyákat, ez szerintem egy olyan iszonyatos szégyenünk, amit nem is nagyon tudok megmagyarázni. Még a gyerekeknek sem, amikor kérdezik, ugye közismert az elmúlt években többször volt lelőtt gólyáknak az eseteit hallhattuk a hírekben, hozzánk is érkeznek lőtt állatok. Ezt én soha nem fogom megérteni. Ugye több mint 10 esztendeje végezted el az egzotikus szakállatorvosi képzést is, és pontosan ezért kérdezem, hogy általában otthon egzotikus madarakat tartanak az emberek, otthon, az otthoni környezetben melyek a leggyakoribb hibák, amelyeket mi elkövetünk? A tartás az nagyon komoly gond. Pici kalitkába, nem megfelelő kalitkába tartják őket, bennakad, fönnakad a madár, nem vágják megfelelően a karmait a madárnak, nem tudja koptatni a karmát. Az a madár, ami egész nap pászkál, egy papagáj egész nap pászkál a fán, betesszük egy pici kis kalitkába, ahol kínszenvedéssel üldögél, egész nap semmit nem tud tenni, annak hatalmasan jönnek a karmai, illetve a csőre. Ha bármit tesz, fönnakad, sérül, leszakad. Nagyon sok madárnak törik a lába. Például az egyik leggyakoribb papagájos műtéti ok az, hogy fönnakadnak a kalitkákban a madarak a hosszú karmaikkal, mert nem vágták le. A másik nagyon nagy csoportja az megint csak a mérgezések. Tehát furcsa egy picit talán, hogy a papagájokat is mérgezik. Nem mérgezik, de megpróbálják az emberek sokszor olcsóbb takarmánnyal, olcsóbb mageleséggel megoldani a madár etetését. Nem veszik meg a drágább gyári keverékeket, hanem innen-onnan szereznek. Ezek lehetnek egyrészt csávázott, tehát tulajdonképpen vegyszerezett magok, másrészt pedig nagyon sok a penészes takarmány, és a héj alatt található gomba, illetve a gombának a toxinja, méreganyaga, az nagyon komoly mérgezéseket, májkárosodást és egyebeket okoz, bár megjegyezném, hogy ezeket mi is fogyasztjuk, tehát én például nagyon-nagyon fenntartásokkal szoktam a teljes kiörlésű, illetve magvas kenyérféléket például megenni, hiszen ott van a penész mindenhol, a penész gomba, és ez hosszú távon igenis gondot okoz embernek és állatnak. A madaraknál nagyon látom, tehát ezért mondom, hogy madár egy tökéletes indikátor annak, hogy megmutassa, hogy például mit csinál a gombatoxin velünk. Beszéljünk a csapatodról. Egy remek csapat vesz körül, önkéntesek és a munkatársaid egytől egyig, és azt gondolom, hogy azzal, ahogy sikerült ezt felépítened, példát mutattál mindenféle értelemben. Milyen a te csapatod? Hogy sikerült egyre több embert meggyőzni, hogy ez egy valódi olyan emberi küldetés, ami egy közös nagy célt szolgál? Hát ezt nagyon nehéz lenne megválaszolni. Neked azt gondolom, hogy ők látnak egy példát, hiszen én... De azért észleled a szeretetet, persze, ami feléd is irányul. Észlelem, hogy egyre többen vannak körülöttünk. Észlelem azt, hogy a madárkórház bevonza az embereket. Észlelem azt, hogy a látogatásaink során egyre több és egyre több elszánt ember, vagy minket kedvelő, vagy a tevékenységet, inkább azt mondom, tevékenységünket kedvelő ember érkezik hozzánk. Ezt teljesen egyértelműen látom. Viszont amit sokan nem tudnak, hogy nekünk nagyon sok önkéntesünk volt, van, és remélem, hogy majd lesz is, de nagyon sok önkéntest vesztettünk is. És nem azért, mert vita lett volna, soha nincs vita a kórházban, azt gondolom. Az önkénteseken mindig teljesen másképp bánik az ember, mint hogyha a kollégái alkalmazottjai vannak. Én elég temperamentumos vagyok, de a kórházban például soha nincs hangos szó. Mert az az ember, aki odajön és segíteni, akkor azt tisztelni kell, ezt értékelni kell. Nem fizetésért jön, de hanem ugyanolyan elszánt, ugyanolyan elhivatott. Viszont morzsolódtak le, és sajnos ezt folyamatosan láttam, mert egy idő után nem bírják azt a küzdelmet, ami vár rájuk, mert ez küzdelem, tehát nagyon sok csalódás ér minket, nagyon sokszor forráshiány, pénzhiány, lehetőségek hiánya miatt egy helyben állunk, vagy ők úgy érzik, vagy én úgy érzem, hogy egy helyben állunk. Ilyenkor szoktam veszíteni embereket, akik azt mondják, hogy ők már nem bírják nézni ezt tovább, ezt a küzdelmet. És akkor mindig jön egy újabb. Tehát olyan még soha nem történt meg, hogy elment valaki, és akkor ott álltam, hogy most mi lesz. Valaki megjelent. Most nagyon-nagyon jó időszakban vagyunk, mert most sokan vagyunk, és azt látom, hogy az én kezdetben vagy régebben egyszemélyes és sokszor nagyon-nagyon nem jó, nem szimpatikus küzdelmemet
nem jó nézni azt, amikor küzdesz, amikor erőlködsz, és nem jutsz egyről a kettőre, ezt nem szeretik az emberek, nem szerették az önkéntesek. Most ott vannak, és amikor úgy érzem, hogy megtorpanunk, és rossz kedvem lenne, vagy belefáradnék, vagy elkeseredek, akkor ott vannak, és tovább löknek ők is, meg én is őket. Tehát most egy ilyen húzó csapat lett. Igen, tehát most húzzuk egymást fel, és ez nagyon jó. Tehát egyszerre vannak jelen a mélységek és a magasságok mindenképpen. Nem, pont az, hogy amikor van a mélység, akkor ők nem ott vannak. Amikor ők vannak elkeseredve, én addigra már jól vagyok. És ennek az lett az eredménye, hogy most egyre többen vagyunk. Nem az van, hogy itt van egy ilyen besanvanyodott, rossz kedvű, nyűgös valaki, aki paraszkodik, vagy mit tudom én, hanem most az van, hogy ide jönnek, és mindig van valaki, aki tud foglalkozni velük. Igen, én egyébként azt látom, a Budai úti könyvtárat hadd említsem meg, hiszen Horváth Hellának köszönhetően számtalan vadmadár kórházas személyes jelenlétet, de megtisztelt rendezvény van, ami szerintem nagy, és mindig telt házzal természetesen, ami mindig nagyon érdekes. Tehát vonzza az embereket az a tevékenység, az a misszió, ami a tiétek. No, milyen terveid vannak? Milyen terveitek vannak, amiket megoszthatnál velünk így végszóként? Azt szeretném, ha lenne még 23 évünk. Miért pont 23? Mert 23 évnél járunk, és azt szeretném, ha lenne még 23 évünk. Én nem tervezek már. Jó. Én szeretném folytatni. Akkor legyen 25-et, egy negyed század. Legyen így. Vagy még több. Nagyon bízom benne, hogy a Fehérvári Vadmadár Kórház tovább tud menni. Mert ahogy említetted, mostanra azt látom, hogy ezt akarják, ezt szeretik az emberek. Legyen így továbbra is. Történjék így. Köszönöm, hogy megtiszteltél. Köszönöm. Kedves nézőink, fehérvári beszélgetéseket látták Berkényi Tamással, az Vadmadár Kórház vezetőjével. Köszönöm figyelmüket, további szép estét kívánok. Viszontlátásra.